Kardon tanár úr teljes gimnáziumi tanulmányaim alatt végigkísérte a fejlődésemet, hiszen kémiát és biológiát tanított nekünk. Azonban nem csak hagyományos szakmai tudást adott át nekünk, hanem közösségi programokat is szervezett, természetesen ezt is a szakmaiság jegyében, terepgyakorlatokat, illetve különböző kirándulásokat, ezek nagyon meghatározók voltak a számunkra. Olyannyira, hogy osztályközösségünkből leginkább a kémia-biológia fakultációsok csoportja az, aki mai napig is tartja a kapcsolatot egymással. Én még annyiban kötődöm hozzá pluszban, hogy biológia tanárként pár évet együtt is taníthattam vele egy iskolában, ami nagyon meghatározó számomra. Középiskolásként a Kölcsey Ferenc gimnáziumba jártam, és egy ilyen általános tagozatú osztályba jártunk, és valahogy nekünk egy olyan sorsunk lett ebben az iskolában, hogy mi megkaptuk a régi motoros, hétpróbás, idősebb korosztályú tanárokat. És én mindig azt tapasztaltam, hogy milyen jó lehet, vagy azt gondoltam még középiskolás koromban, hogy milyen jó lehet tanítani, mert hogy hát tudást átadni, meg minden. Én nagyon élveztem a középiskolát, nekem a tanáraim voltak a példák, és onnan jött az, hogy tanár szeretnék lenni. Én fontosnak tartom azt, hogy egy órának meglegyen a hangulata. Tehát egy óra az nem két oldalon van, az egyiken a diák, a másikon a tanár, hanem ez egy nagyon fontos együttműködés, amely nyugodtan mehet egy jó oldott hangulatban, persze betartva azokat a szabályokat, hogy bizony elhangozhatnak egy-egy poén, egy-egy vicces megjegyzés, azon lehet nevetni, de vissza kell utána térni az óra anyagához és haladni tovább. Ugye nem lehet behozni egy erdőt például egy tanterembe. Terepen folyó oktatás egyfelől egy teljesen más műfaj. Úgy sajátítanak el ismereteket a diákok, hogy észre sem veszik ezt. Ezek a dolgok nélkülözhetetlenek a természettudományok oktatásában. Egy-egy óra végén, amikor az ember csak a feladatát végzi, persze természetesen úgy, ahogy a legjobb tudásából telik, de eszébe jut egy gyereknek az, hogy megköszönje, ami nem kerül semmibe, de azt mondja, hogy köszönöm szépen tanár úr az órát. És hát persze beszélhetünk arról is, hogy azok a gyerekek, akik egy-egy tanár személyiség miatt választanak tantárgyat, majd később szakmát, vagy akár a sikerük egy-egy versenyen is előre viszik az embert, és adnak egy plusz dolgot. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne erővel, hatalommal, tekintéllyel érje el az ember az óráin azt, hogy meg lehessen tanulni a tananyagot, hanem legyen ez egy oldott együttműködés, jó hangulatú óra minden egyes alkalommal.